Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi van vele, jóslás? Te gondolhatsz bárkire, és felteheted a kérdést, mi van vele, a kártyák megadják a választ erre. Itt ennél a jóslásnál van középen egy kör, és az utal a belsőnkre, a gondolatokra és az érzelmekre. Tehát most megtekintjük azt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt ez a kártya adja meg a választ. A csillagképek tulajdonképpen szerencsét hoznak. Tehát megvan ez a belső nyugalom nála, hogy minden jóra fordul. Az is lehet, hogy bízik az isteni hatalomban, érdeklődik spirituális dolgok iránt. Amit a kártya még jelent, ez a híd, hogy nála van most egy átmeneti időszak. Az egyik partot elhagyta, a másik partot még nem látja. Az is lehet, hogy ebben az átmeneti időszakban, itt ezen a hídon úgy két lépést előre megy, egyet hátra, kicsit megáll, figyeli az eseményeket. És most megtekintjük az ő gondolatait és terveit. Itt a hetes szám a hold energiájára utal. És a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Tehát ő tervez valamit, álmodozik rólad, itt lesz egy találkozás, egy meghívás, beszélni szeretne veled érzelmekről. És most megnézzük konkrétan a kommunikációt, mit fog tenni. Ő közeledik hozzád. Kicsit előre mennek az események. A kezében van itt ez a kard, és az jelenti a döntéseket. Ő most komoly döntéseket fog hozni. Amit ez a kard még jelent, a levegő elemét. Ő lezárt valamit az életében, és végre fel tud lélegezni. Amit a levegő eleme még jelent, a kommunikáció. Tehát keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. Itt ez a kép utal az érzelmekre, a szerelemre. Itt láthatóak a kelyhek, és a kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. És a kettes szám jelent egy párkapcsolatot, téged és őt. Itt a ház óv benneteket, de jelentheti azt is, hogy tervezi, hogy együtt éljen veled. Amennyiben más témákról van szó, kereskedelmi dolgokról vagy munkáról, akkor ez a kép jelenthet egy szerződést is. Hova fekteti be az erejét, mit fog tenni, milyen irányba fog haladni? Itt látható ez a bot, ami jelenti a tűz elemét. Tehát van valami, ami őt lelkesít. És itt lesz egy új kezdet, hiszen kezébe veszi a dolgokat, így lesz egy új irány. Ez a kép jelenti az igazságot, vagy az igazságtalanságokat. A mérleg jelenthet bírósági dolgokat, amit neki rendeznie kell. De a mérleg jelentheti a belső egyensúlyt és a nyugalmat. Ez kihat akkor a párkapcsolatra. A mérleg gyakran szimbolizálja a párkapcsolatot, és itt neked vagy neki mérlegelni kell a dolgokat. Itt látható az, amit neki tanulnia kell, valamit javítani az életében. Itt minden olyan össze-vissza van,
És itt az a fontos számára, hogy arra koncentráljon, ami tényleg a középpontban áll, ami fontos számotokra. Itt a kettes szám jelenteti a párkapcsolatot, téged és őt, más személyek nélkül, vagy üzleti dolgokban, a munkát illetően, akkor egy szerződést, ahol rendeznie kell az anyagiakat, a munkát. Itt az érmék jelentik a pénzügyi dolgokat, a munkát, vagy a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. A nyolcas szám jelent egy húzavonát, és ez volt a múltban. Hol így, hol úgy. Soha nem tudtad, hogy mit akar, mit érez irántad, milyen lépéseket tesz, de ez a húzavona elmúlik, hiszen ez betegített téged, betegítette őt is. Persze ez a kép jelentheti azt is, hogy valaki beteg a családban, vagy van egy hivatás, mint például egy gyógyító erő, vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik egy kórházban, vagy orvos, tehát utalhat egészségügyi témákra is. Itt a húzavona után megnyugszik minden, és lesznek változások. Itt rendeződik valami. Itt ez a kártya azt mutatja, hogy ő miről álmodozik. Itt a tízes szám utal egy új kezdetre. Amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Itt látható a közelség, a szerelem, azon kívül itt a kelyhek utalnak a víz elemére, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, és szeretne egy új kezdetet. Erről álmodozik. Itt látható, hogy nála még vannak kihívások, de nem rohan el az események felől, hanem bátran véd téged, vagy védi magát, itt ezekkel a kihívásokkal szemben, és szeretné a győzelmet, a megbecsülést, az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!